Annyi mindent bemutattam már a Crash of the Titans-ről, viszont azt még nem, hogy az Xbox 360-os verzióban az achievementek, amiket fel lehet oldani, miket is kérnek. Ebben a videóban bemutatom mindent, amit tudok, és ahogy fel is oldottam, 1000 gamerscore-t lehet megszerezni így a játékban. Az összes achievementnek az útmutatóját, leírását elmondom, magyarul elmondom, hogyan oldottam fel, minden benne lesz ebbe a videóba, vágjunk is bele. 47 darab achievement érhető el a Crash of the Titans-ba. Staff azt kéri, hogy 5 másodpercig zuhanjunk. Mojo Magic azt kéri, hogy egy Mojo szobát teljesítsünk. Where did the time go? Hova tűnt az idő? 25 percet, több mint 25 percet kell egy epizódon belül eltölteni. A Gold Digger azt kéri, hogy egy darab arany epizódot teljesítsünk, mármint egy darab epizódot aranyra teljesítsünk. 5x5, 5 darab extra életet kell megszereznünk. Master at Harms, 200 minyont le kell győznünk. Fits like a glove, egy darab kosztümöt össze kell nekünk gyűjteni, egy darab skint. Aiming to please, 20 darab távolsági harcos creature-t, vagyis lane-t kell nekünk átvenni. Ez a snipe, az electric, a skunk, vagy mi is a neve. Baker's dozen, 13 strongot jackelni kell, ezek a red sickle, a Spike és az ilyesmi erős titánok. Monster Whisperer, 75 strong creature jackelve. Crate Crazy, 100 darab dobozt össze kell törnünk. Like a Cat, mint egy macska, 9 darab életet szereznünk kell. Wumpa Warrior azt kéri, hogy az összes Wumpa szigetes epizódot teljesítsük. Goose Goose Duck azt kéri, hogy a Octopust jackeljük, tehát vegyük át az irányítást. Ez az első boss. Temple of Boom című achievement azt kéri, hogy a templomos epizódot teljesítsük. Easy Picking azt kéri, hogy 5 darab kisbabát, vagyis hát ilyen voodoo babát, ezt a piros voodoo babát szerezzük meg, a koncepció rajzosat. A Ringer achievement kéri, hogy 5 darab epizódot aranyra teljesítsünk. Harder Day Fall achievement azt kéri, hogy az összes lumberyardos epizódot teljesítsük. Soaking in It achievement 5 darab skin összegyűjtése után feloldódik. Tiny Detour a láva epizód teljesítése után. Big Spender, 9 életet el kell költenünk egy epizódon belül, ezt azt jelenti, hogy 9-szer meg kell halni, és akkor az jelenti. Self-Help Guru, az életünket ki kell maxolni, tehát ez a fejlődéssel érhető el. Mojo Mania, 10 darab Mojo szoba kihívást kell teljesíteni. Beach Blanket Bombardment, ez azt kéri, hogy az összes beaches pályát teljesítjük. Midas Touch, mindez érintése, azt úgy szerezhetjük meg, hogy 10 darab epizódot aranyra teljesítünk. Gimme Some Skin Achievement, 10 darab skin feloldása után. Facts of Strife, az összes gyáros epizód teljesítése után. Staying Alive, a kedvenc achievement ikonom eddig, 15 extra élet megszerzése után. Carry a Bigger Stick, 5 darab kapitány jackelése, hát ez a Shelefant, ez Corporeal, az ilyen nagy kapitányok átvevése. Duplex Planet az úgy oldható fel, hogyha játszunk a Cope Mode-dal. Az Idle Hands az kéri, hogy hagyjuk Crash-t, hogy 10 vicces dolgot csináljon. Le kell tenni a kontrollert, és majd így mutogat dolgokat. Miután lemegy 10, utána feloldódik az achievement. Eavesdropper, meg kell hallgatnunk, vagy inkább ki kell hallgatnunk 5 beszélgetést, amit a minionok tesznek. Vannak ilyen alkalmak, amikor a minionok még nem vesznek észre, és akkor lehet hallgatózni, és amikor 5 alkalommal végig hallgatjuk őket a játék során, akkor feloldódik. Mojo Fight, az összes skill ki van maxolva, tehát a fejlődés a szintlépés után. All Bark No Might, uka-uka jackelése, ez a boss fightnál oldható fel. Barking Up the Wrong Tree, az összes uka-fa epizódok teljesítése után. Mojo Fauria, az összes Mojo szoba teljesítése után. Treasure Hunter, a kincsvadász, az összes piros voodoo baba megszerzése után oldódik fel. Tiki Fingers, Nina Anna Arachninája jackelve, ez az utolsó epizód, utolsó boss fight. Sampler Jack, mindegyik jackelhető lényből legalább egyet jackelj, tehát ez végig kell menni a játékon, mindegyik titánt meg amit lehet jackelni, ugorjunk rá, vegyük át az irányítás. Courting Catastrophe, vagyis az összes Cortex-es pályát, epizódot teljesíteni kell. Alive and Kicking, a free kick képessége feloldva, hádon végig
végig toltam a játékot, és utána ez volt a jutalom, a free kick képesség. Over easy, ez, hogy mindegyik epizód easy nehézségi szinten aranyra teljesítve. Medium rare, ez, hogy mindegyik epizód aranyra teljesítve medium nehézségi szinten. Hard Knocks, aranyra teljesítve az összes epizód hard nehézségi szinten. Brutál büfé, mindegyik jackelhető lény 5 alkalommal jackelve. Itt a bossokra kellett visszamennem, mert hát egy végigjátszás során nagyjából úgy hát vagy háromszor a boss úgy jackelve lett, tehát vissza kellett még menni többször is, nem tudom az, hogy is számítódott, de 5-ször teljesíteni kell mindegyik boss fightot, akkor elvileg megvan. Master of Disguise, az összes skin feloldása, hát a legvégén az elektrikes hiányzott, még úgy emlékszem, az volt az legutolsó titán, amit elkezdhettem úgy átvenni, ő neki kellett még azt a skin feloldani, de meg lehet nézni igazából mi a szükséges. És a Jack King című achievement, hogy 100%-osan végig toltuk a játékot, hát az eddigiek, hogy hardon megyünk, mindegyik arany, összes mojo szoba, koncepciós babák megszerzése, a skinek megszerzése, mindegyik szint meglépése, mojo összegyűjtés, minden, és akkor kész is vagyunk. Ez is nagyon jó trófea ikon, vagy hát achievement ikon. Hogyha szeretnéd látni akkor azt a teljes végigjátszást, amiben így végig megszerezgettem ezeket, akkor itt a lejátszás lista a Crash of the Titans-ből. Viszont akkor még mehetünk más megközelítésbe a Crash of the Titans-ba. Nintendo DS, csak ennyit mondok.